június 23-án Derecskeváros napján ünnepélyes keretek között adták át, immár hivatalosan is, a Dereskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújított épületeit. A Zöld Város kialakítása Dereskén néven futó beruházás sorozat részeként teljes átalakuláson esett át az intézmény az elmúlt időszakban. A művelődési ház és a könyvtár is teljesen új burkolatot kapott, de korszerűbb lett a világítás is, és több klubtermet is kialakítottak a helyi közösségek számára, valamint egy inkubátorház is épült az emeletre, mely a kezdő vállalkozókat fogja segíteni a jövőben. A hivatalos átadó ünnepségen beszédet mondott dr. Vitány István országgyűlési képviselő, Búcsú László Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke és Bordán Szabolcs városunk polgármestere is. Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk Dereske történetében. Ez a mérföldkő a művelődési központ és könyvtár átadása, amely azt az utat jelöli, amelyen az eddigi közösség érdekét szolgált fejlesztések sorában elindult. A szolgáltatóház, az új piaccsarnok, a felújított művelési központ és könyvtár új parkolók létrehozása, amiről a zöld területek megnövelése egyértelműen jelzik azt a törekvést, amely Derecske esetében egy töretlen folyamatot jelent. Erre minden derecskei büszke lehet. A folyamatos gyarapodás jellemzi a fejlesztéseknek azt a folyamatát, amelynek mérföldkövénél, így a mainál is, jó érzés egy pillanatra közösen megállni. Jó megállni azért, hogy az úton való továbbadás irányát, ütemét, mikéntjét átgondoljuk. Jó megállni azért, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzük, és továbbiakban azokat hasznosítjuk. Jó megállni és számot vetni további lehetőségeinkről. Ezek a pillanatok azért is számítanak ünnepnek, mert megerősítenek abban, hogy egy összetartó közösség vagyunk, és ez az összetartás, összetartozás, az elvégzett munkában is meghozza az eredményét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma a Dereskei Városi Művelődési Központot és könyvtárat avatjuk. Egy olyan helyet, amelyhez valamilyen módon közvetve vagy áttételesen minden itt lakónak volt, van és lesz köze. Ez az épület mindig is közösségi célokat szolgált. Egy-egy közösségi ingatlan épület értékét sok tényező adja. De jelképesen mégiscsak az a legfontosabb, hogy az milyen szolgálatot tölt be a közösségek életében. Értéket hordoz az ingatlan, a telek elhelyezkedése, a beépített anyag, a kivitelezés minősége, de azt hiszem, hogy elmondható, hogy a közösségi létesítménynek az értékét az adja meg, hogy a helyieket hogyan szolgálja. Hajdú-Bihar megye közgyűlés alelnökeként jöttem ide önökhöz, de az úton meggondoltam magam, és úgy gondoltam, hogy bihari emberként fog beszélni önökhöz. Azért, mert amikor én bejövök Dereskére bármelyik egytár felől, minden utcában megállok egy kapunál és bemehetek. Nem ismerőseim vannak itt, hanem barátaim. Elég mély barátságok, sőt, attól még mélyebbek. Igazi emberi kapcsolat. Azt hiszem, sokan vagyunk így. A megyei önkormányzat 2014 óta területfejlesztési feladatokat lát el. Ez a bűvös három szó, ez a topos beruházások, ezek a területfejlesztési operatív programok, amik az elmúlt ciklusban Dereske közel 2 milliárd forintot kapott. Bízunk benne, a jövőben is ennyi lesz. Ez a 2 milliárd úgy áll össze, hogy ebben volt egy foglalkoztatási paktum, de ez is ide szólt. Örömmel látom azt, hogy ennyien vagyunk itt, hiszen másfél évig be voltunk zárva, és mindenki vágyott már arra, hogy egy kis társasági életet éljen, találkozzon rég nem látott barátaival, ismerőseivel, és hát a fórumot erre nagyon alkalmas. És hát ha megszomjazik, vagy valamit venni akar, akkor ott vannak a boltok, ott van a piac, tehát ott van egy, ha jól emlékszem, egy futókörkörbe, tehát sportolni is lehet, tehát multifunkcionális tulajdonképpen az a fórum, és én azt kívánom, hogy minél hosszabb ideig, minél tovább tudják használni azt a helyet. Itt, ahol most állunk és vagyunk, tulajdonképpen itt is kapcsolódva az előző beruházáshoz, itt is egy, tulajdonképpen az egyik része a vállalkozásokat segíti, hiszen egy inkubátorház épült az emeletre, amelynek az a funkciója, hogy a kezdő vállalkozókat segítse. Itt igen nagy szükség van rá, hiszen mint köztudomású, önök ezt jobban tudják, mint én, Dereske egy vállalkozás barát település, és nagyon sok vállalkozó dolgozik Dereskén, és annak
köszönhetően is ilyen szép a városunk. Ami pedig a szépen megújult, felújított művelődési házukat illeti, az is gyönyörű lett, én most megnéztem, és hát 21. századi körülményeknek megfelelő, úgyhogy azt kívánom, hogy minél több időt töltsenek itt különböző kulturális rendezvényeken ezen a helyen. Én úgy gondolom, hogy a fejlődés, ahogy az országban itt Derecskén sem állhat meg, a jelenlegi polgármesternek és képviselőtestületnek vannak elképzelései, és szeretnénk, ha nem is túlszárnyalni, de ezt a jelenlegi ütemet tartani, ami a fejlődés illeti és a fejlesztés illeti. Én ehhez kívánok Önöknek jó erőt, egészséget, hitet és kitartást, és továbbra is dolgozzanak sok szeretettel, szeretett városokért, Derecskéért. Köszönöm, hogy megvallgatok. Az ünnepi beszédek után Nádházi Tálas Csilla, a Dereskei Városi Ügyési Központ és Köntár intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, a bútorozott, minden igényt kielégítő termeket a város számára fontos személyekről nevezték el. Az intézmény dolgozói a 21. század színvonalának, követelményének megfelelő körülmények között tudnak dolgozni. Az intézmény falai között működő közösségek már birtokba vették a minden igényt kielégítő, megújult, újonnan bebútorzott klubtermeket. A termek is elnevezésre kerültek. Így lett a színházterem Kócsi Patkó János, Derecske is születésű színházigazgatóról elnevezve, a kiállítóterem Móré Mihály, a debreceni grafika meghatározó alakjáról kapta a nevét. Az ő kiállításával nyílt meg az első derecskei grafikai művésztelep 1997-ben. Az ifjúsági terme a 2013-ban megszűnt Oázis Ifjúsági Egyesületnek állít emléket. Az emeleti konferenciaterem Vitéz Magyari Béláról, Derecske pedagógus társadalmának, közéletének egyik meghatározó alakjáról kapta a nevét. Béla bácsi volt Derecske első díszpolgára. Ezúton üdvözlöm körünkben össze egy Magyari Bélánét, és szeretettel megköszönjük, hogy engedélyezte és hozzájárult, hogy konferencia termünkkel Béla bácsiról nevezhettük el, és ezzel is tisztelet vendégének. Bordás Szabolcs, polgármester úr, Derecske város önkormányzata nevében mond köszönetet. Ezt követően szalagátvágással adták át a megújult intézményt. Dr. Vitány István országgyűlési képviselő riporterünknek elmondta, Dereske jó úton halad, a városvezetés pedig minden lehetőséget igyekszik megragadni, hogy tovább fejlődjön a kisváros. Én úgy gondolom, hogy dereskeiek jól hasznosítják az ide hozott beruházásokat, ide erre adott pénzeket. Mi eddig is a kis települések a vidéki életforma fejlesztése és támogatása mellett voltunk, és ha jövőre felhatalmazást kapunk, akkor mi ugyanezt folytatni fogjuk. Aminek meg is van az eredménye, egyrészt a munkahelyek növekedtek, munkahelyszám növekedett, másrészt az elvándorlás stagnál vagy csökkent, harmadrészt pedig vannak olyan települések, ahol már a létszám növekedésről beszélhetünk, ami örömteli. A top 2-es pályázatok összeállításánál, a települések közti elosztásánál már volt egyeztetés egyrészt a megyével, másrészt két nap alatt a 41 polgármesterrel egyeztettem. Nem volt egyszerű, mert negyed óránként vagy 20 percenként tört egy-egy polgármester, és hát kifogyhatatlanak az ötletekbe, és ez így van jó, így helyes, hogyha vannak elképzelései, ötletei, akkor azokat, ha kitartó, akkor meg is tudja valósítani. Én ehhez minden segítséget, meg a megye, meg a kormány is megad.